tanácskoztak. A vármegye vízügyi helyzete is központi téma volt szerdán a nyár utolsó rendes ülésén. Régi fényében megújult a Magyar Államkincstár regionális irodájának helyet adó épület Nyíregyházán. Keresik a megoldást, a helyi hajléktalan helyzet kezeléséről egyeztettek Máté Szalkán. Jól halad a tervezése, jövőre pedig elindul a délnyírség vízpótlását megoldó beruházás kivitelezése. Többek között erről is szó volt a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei közgyűlés szerdai ülésén. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A vármegye aktuális vízügyi helyzetéről a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság tájékoztatta a képviselőket a nyár utolsó rendes ülésén. A Tisza ETT humanitárius akciója is központi téma volt. A társulás a háború kezdete óta csaknem 900 tonnányi segélyszállítmányt juttatott el Kárpátaljára. A vármegye aktuális vízügyi állapota volt a központi téma a szerdán délelőtt tartott vármegyei közgyűlés első órájának. Az ágazat ár- és belvízvédelmi helyzetéről, valamint az elmúlt időszakban történt fejlesztésekről Bodnár Gáspár, a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója tájékoztatta a képviselőket. Előadásából kiderült, bár idén a tavalyihoz mérhető aszály nincs, a csapadék szegény 2022-es nyár nyomán sok helyen még ma is rendkívül alacsony a felszín alatti talajvízszint. Erre kell főként megoldást találni a következő években, mondta el Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke, hozzátéve, hogy jól halad a délnyírség vízpótlását megoldó beruházás előkészítése. Kettős a feladatuk, és az utóbbi években egyre inkább az aszály elhárítása a feladatuk, tehát megtöltötték azokat a csatornákat, belvízitározókat, amikbe egyáltalán vizet tudtak juttatni. Ez további feladatokat a következő évtizedekre a megyének, a vármegyének, Magyarországnak, hiszen az időjárás változás az kézzelfogható tapasztalat, sőt az időjárási szélsőségek elalakulása kézzelfogható tapasztalat, hiszen most is a csapadékok, örülünk neki, hogy sok van, de időnként pedig nagyon sok van. Tehát egy olyan vízelvezetési rendszert, víztározási, vízkormányzási rendszert kell kialakítanunk, amelynek a munkálatai elkezdődtek. Ez év végig a rendelkezésünkre állnak a tervek, és remélhetőleg azután az évnek megfelelő módon tudunk reagálni aszályra, sok csapadékra. A vízügyi témakörben tett felszólalásában Adorján Béla, a Jobbik Momentum képviselője a Szamoson Romániából érkező hulladék mennyiségéről beszélt. Úgy látja, a régió számára továbbra is hatalmas anyagi terhet jelent a folyók megtisztítása, annak ellenére is, hogy az Ukrajnában működő monitoring rendszerrel sikerült mérsékelni a problémát. Ez a monitoring rendszer, ez nem csupán a vízmennyiség érkezését, hanem az ide érkező szemét mennyiségének a megjelenését is időben tudja jelezni a feti vízügynek, amelyre tudnak időben reagálni. Ugyanez az együttműködés ugyanakkor számomra érthetetlen módon még mindig nincs meg Romániával. Jól lehet, hogy Románia területén is van egy monitoring rendszer, ami közvetett forrásból hozzáférhető a magyar hatóságok számára is, de ezt még egyszer mondom, csak önszorgalomból és közvetett forrásból elérhető. Közvetlen értesítést ez a rendszer nem küld a magyar hatóságoknak. Jól lehet, hogy több ezer köbméternyi szemét érkezik a Szamoson, és itt mindjárt kitérek arra is, hogy nagyon-nagyon nehezményezem ezt a fajta hozzáállását a román félnek, de az ukrán félnek is. Ugyanakkor megállapíthatjuk, hogy azt a temérdek elköltött több száz millió forintot, amit a szemétvédekezésre fordít ma Magyarország és a feti vízig, azt komolyan fordíthatná vízügyi fejlesztésekre. A közgyűlésen a Tisza ETT humanitárius akciójáról Szabó Nécap Andrea, a társulás igazgatója tájékoztatta a közgyűlést. A szervezet az elmúlt közel másfél évben több mint 200 alkalommal járt Kárpátalján, és csaknem 900 tonnányi segélyszállítmányt juttatott el a bajba jutottakhoz. Nem erre alakult a Tisza ETT, tehát nem egy jótékonysági szervezet, viszont olyan csatornákat épített ki a működése során az elmúlt 5 évben, amit igénybe tudtunk venni a segélyezés kapcsán is, és valóban számtalan civil szervezet, önkéntes igazgatóasszony elmondásából látszott, fényképekből látszott, hogy ilyen sok szervezet 600 millió forint értékűre becsülhető az a segély adomány, amit az ő kezükön keresztül ment Kárpátaljára. Benne volt a megyei önkormányzati adomány is természetesen, magánszemélyek adományozása. Tehát ez az, hogy Magyarország népe, Magyarország
kormánya, hiszen a külügyminisztérium tartja fenn gyakorlatilag a Tisza ETT-t, különbözőbotos külügyminisztériumi támogatással működik maga a szervezet is, nem támogatta volna, vagy nem szolidális Ukrajnával szemre szemezett hazugság. Viszont a béke igénye az mindenképpen megvan, és ahogy megyünk előre a háborúban, úgy tűnik a nemzetközi közvélemény is másképp áll ez a háborúhoz, mint akár ezelőtt egy évvel. A vármegyei képviselők a topos forrásból Tiszavasváriban épülő ipari park költségnövekmény igényét is elfogadták. A szerdai volt a nyár utolsó rendes közgyűlése, a következőt a tervek szerint szeptember második felében hívja össze az önkormányzat. Ötös karambol történt szerda délelőtt Nyíregyházán a Szent István utcán a kórház főbejáratával szemben. Az első és az azt követő három személyautó forgalmi okokból megállt, az ötödik gépkocsi azonban nem lassított megfelelően, így hátulról összetolta a járműveket. Személyi sérülés nem történt, az autóban viszont több millió forintos anyagi kár keletkezett. Megújult a Magyar Államkincstár vármegyei igazgatóságának helyett adó épület Nyíregyházán, az 1911-ben épült létesítményt kívül és belül egyaránt korszerűsítették, ezzel újabb patinás épülete szépült meg a vármegyeszékhely központjának. Bugár Csaba, az államkincstár elnöke az átadó eseményen azt mondta, a régi banki épületekben működő irodák közül a nyíregyházi az egyik első, amelyet felújítottak. Szinte teljesen eredeti, 1911-ben épült állapotát nyerte vissza Nyíregyházán a Magyar Államkincstár vármegyei igazgatóságának helyett adó épülete. A létesítmény állaga az utóbbi években, évtizedekben jelentősen leromlott, ezért volt szükség arra, hogy azt kívül és belül is korszerűsítsék. 9 hónapig tartottak a munkálatok a Besenyei téren, az ügyintézés ugyanakkor ebben az időszakban is folyamatos volt az intézményben. A munkálatok magába foglalták az épület teljes homlokzatának felújítását, a homlokzati díszítményeinek rekonstrukcióját, a nyílászárók részbeni felújítását, a bádogos és díszmű elemek cseréjét, esetenkénti javítását. Emellett az alagsor felújítása is indokolt volt, melynek első ütemeként az épület külső határoló falai és a belső szerkezeti falak utólagos szigetelése történt meg, kisnyomású injektálással, megoldva ezzel a falak vizesedését. Nyíregyháza belvárosában az elmúlt években számos régi épületet újítottak fel, nagy részük ezeknek a Besenyei tér közelében valósult meg. Kovács Ferenc a város polgármestere arról beszélt, az önkormányzat számára fontos volt, hogy korszerűsítsék és esztétikusabbá tegyék a vármegye székhely központját. Épp 10 évvel ezelőtt, 2013-ban indítottuk egy programot, ami azt jelenti, hogy elsősorban a belvárosban a régi szép épületeink, akkor nagyon rossz állapotok voltak még, újuljanak meg, és hát nyilván az önkormányzat kezdte a saját tulajdonában lévő épületeit, de nagyon sokan csatlakoztak le, és a 10 évre feltette a koronát ennek az épületnek a felújítása. Én 50-ig számoltam, azóta nem számolom, tehát már 50 fölött vagyunk, és ez Nyíregyháza városképét nagyon-nagyon előnyösen befolyásolta. Bugár Csaba, a Magyar Államkincstár elnöke elmondta, az országban számos irodájuk működik patinás régi banki épületekben, a Nyíregyházán működő regionális intézményt pedig az elsők között sikerült korszerűsíteni ezek közül. Én azt gondolom, hogy méltó módon lett helyreállítva, hiszen ez egy 1911-ben épült bankként funkcionál épület, és nyilván a Magyar Államkincstár, mint a magyar költségvetés pénzügyi lebonyolítója is végez olyan tevékenységet, például állampapírértékesítés, aminek kifejezetten egy méltó reprezentáns épületben van az elhelyezése. Nagyon fontosnak tartjuk kincstár vezetése, hogy a dolgozók is, ahogy az ügyfelek jól érezzék magukat egy épületben, ugyanúgy nyilván azok a dolgozók, akik a napi 8, akár 10 órát töltik, azok megfelelő körülmények között legyenek. Ez egy nagyon fontos lépcső a államkincstár életében, és szeretnénk ezt tovább folytatni. A Magyar Államkincstár felújított épületében az állampapír és államháztartási iroda, valamint a számlavezetési és értékkezelési osztály munkatársai végzik munkájukat.
A helyi hajléktalan helyzet kezeléséről egyeztettek Máté Szalkán. A megbeszélésen a rendőrség, a helyi szociális intézmények vezetői, a közterületfelügyelet és az önkormányzat képviselői vettek részt. Az egyeztetésre azért volt szükség, mert a városban elszaporodtak a közterületen elkövetett szabálysértések, melyeket a bejelentések szerint hajléktalanok követtek el. Elszaporodtak a hajléktalanok által elkövetett rendbontások, szabálysértések Máté Szalka belvárosában. A helyzet kezelésére az önkormányzat a társszervekkel közös egyeztető fórumot hívott össze. A rendőrség mellett a helyi szociális intézmények vezetői, valamint a közterületfelügyelet képviselője is részt vett a megbeszélésen, melyen egy összehangolt stratégia kidolgozásáról egyeztettek a szakemberek. Ezt szeretnénk sokkal nagyobb és sokkal jelentősebb közterületfelügyeleti, szociális ellátórendszeri jelenlétet a városközpontban, és a rendelkezésre álló eszközeinkkel, mely végső soron, hogyha olyan a cselekmény, akkor az szabálysértés és az már rendőrhatóságot is fogja jelenteni, hathatós eredményeket szeretnénk elérni annak érdekében, hogy a városlakók nyugalmát és a közterületek rendeltetésszerű használatát azt biztosítjuk. Természetesen az egyéb szabályszegési szankciók, amelyek a szemeteléssel hozhatóak összefüggésbe, azokban is megtesszük a szükséges lépéseket, és hát a városgazdán keresztül pedig a közterületrendbe tétele az önkormányzatunk alapvető feladata, kötelező feladata. A fórumon elhangzott, a téli időszakban önkormányzati épületekből kellett kilakoltatni több hajléktalan embert, akik komoly károkat is okoztak az egyes helyszíneken. A helyi szociális szakemberek szerint fontos a lakosság közreműködése abban, hogy a nehéz sorsú emberekről az ellátórendszer is tudomást szerezzen. Fontosnak tartom, hogy a lakosság a hajléktalan életmódot folytató személlyel, illetve a környezetében a szociálisan rászoruló személyről van tudomás, akkor értesítse a helyi Szatmár Egyesület Szociális Egészségügyi Ellátási Intézmények családsegítő központ és szolgálatát, valamint Máté Szalkán működik a hajléktalanok átmeneti szállása, ahol a szociális szakemberek megfelelő segítséget tudnak nyújtani. A fórumon a társszervek közös munkájának fontosságára is felhívták a figyelmet, amely segíti a rendbontások, szabálysértések visszaszorítását. Annyit nem tudunk járőrözni, ezért én kértem a közterületfelügyelet segítségét is, hogy polgárőrség segítségét is kérve, hogy legyünk jelen Máté Szalkán ahhoz, hogy a jelenlétünk legyen elég arra, hogy ne történjen se szabálysértés, se bűncselekmény, és tényleg a hajléktalan kérdés az tisztán szociális kérdés maradjon, és a szükséget adott természetesen ehhez is tudunk segítséget nyújtani. A mai nap talán mi is kezdeményeztük ezt a kis megbeszélést, ami történt itt a Városházán, és azt gondolom, hogy az együttműködésünk, ami eddig is nagyon jó volt a társszervekkel, talán még erősödött. A rendőrség a lakosság segítségét kéri abban, hogyha közterületen szabálysértést tapasztalnak, hívják a 112-es segélyvonalat. Amennyiben pedig felvételt készítenek az esetről, azt lehetőség szerint ne az internetes felületeken osszák meg, hanem adják át a rendőrségnek. 15. alkalommal rendezték meg Újfehértón az országos gépészkovács találkozót. A rendezvényen motorokat, mezőgazdasági gépeket, traktorokat és egy 1919-es működőképes gőzgépet is láthattak az érdeklődők. Ezek a képek lehetnének egy kellemes nyáresti grillezés képei egy pohár borral kísérve. Nem azok dolgoznak a kovácsok, zúgnak a gépek, motorok, terjed a gázolaj és benzin illat a levegőben. Újfehértón 15. alkalommal rendezték meg az országos gépészkovács találkozót. Az ország egyik legnagyobb ilyen jellegű rendezvényét tartják minden évben megyénkben. 2009 előtt fogalmazódott meg a fejemben, úgymond. Láttam más településen kisebb volumenű rendezvényeket, és én azt gondoltam, hogy ezt Újfehértónak is látnia kell, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakosságának, hiszen most már büszkén mondhatom, hogy az ország egyik legnagyobb ilyen jellegű rendezvénye, és hát azt fontosnak tartottam, hogy azokat az értékeket gyűjtőként, mert én magam is gyűjtő vagyok,
ami itt a megyében, vagy tágabb körzetünkben, országban, esetleg az elcsatolt területeken fellelhető, azokat minél többen begyűjtsék, és ezzel a rendezvényel a gyűjtősi kednek is egy lendületet adtunk. Szinte név szerint tudom mondani, hogy 2009 óta itt a környéken kik azok a gyűjtők, akik bekapcsolódtak ebbe a fajta munkába. A fúvós zenekar játékával vette kezdetét a program hivatalos része. A megnyitón Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke arról beszélt, mennyire fontos megőriznünk és átörökítenünk mindezeket az ismereteket és hagyományokat. Én is olyan környezetben nőttem fel, ahol körbevettek bennünket azok az ősi örökségek, amelyeket a nagyapámék használtak, dédapámék használtak, és ott persze megjelentek gépek is. De azt hiszem, hogy a mai rendezvénynek a jelentősége azért ezentúl tényleg abba áll, hogy azt a régi tudást, amely nagyon kellett ahhoz, hogy az ember talpon maradjon nehéz időkben is, azt a régi tudást, azt ezek az eszközök, ezek a gépek, ezek magukban tartják, magukba szívták, és ezt most egy ilyen rendezvények keretében is át lehet adni az utánunk következő nemzedéknek, és jó látni azt, hogy itt azért már 15 éve ez az örökség átadás, ez folyamatos, és jó látni azt, hogy azért az a régi paraszti tudás, amely tényleg nagyon-nagyon fontos a megmaradásunkhoz, és az még mindig jelen van közöttünk, és él tovább. Ezt a motort darabokból rakta össze a tulajdonosa, egy tél alatt készült el. Zsubor Imre igazi szenvedélyes gyűjtő. Ez 1959-es, ez egy TLB Pannonia, ezt azt kell tudni róla, hogy körülbelül 3300 darabot csináltak belőle, és nagy részét az NDK-ba, nagyon kevés maradt Magyarországon. Nem egy sikeres, nagyon szép motor, de szerelés szempontjából is drága. Utána bejött ez a T5-ös, és inkább az Oroszország exportálta, és a T5-ös lett a sikeres, ami mindenkinek a Pannonia, a fekete Pannonia. A rendezvény a hagyományokhoz hűen a felvonulással zárult. Három év szünet után csütörtöktől 4 napon keresztül ismét röplabdáznak Nyíregyháza belvárosában. A 600 ezer forint összdíjazású Hübner amatőr strandröplabda verseny meccsei mellett gálamérkőzéseket is láthatnak majd az érdeklődők, a vasárnapi családi napot pedig 16 órától egy román-magyar válogatott összecsapás zárja. Újra kellett építeni az egészet, hisz 3 esztendő kimaradt, utoljára 2019-ben rendeztük meg a rendezvényt. Az alapséma az megmaradt, tehát ugyanúgy a amatőr strandröplabda verseny kerül a legnagyobb fókuszba, ami egyébként pénteken és szombaton kerül lebonyolításra, 11 órától este 6 óráig. Első nap selejtezők, második nap elődöntők, döntők kerülnek lebonyolításra, ez pénzdíjas. A fődíj 300, a második helyezett 200, a harmadik pedig 100 ezer forint értékű készpénzt kap. Ezen kívül lesznek gálamérkőzések, indul egy Hübner és egy Városháza közötti gálamérkőzéssel. A gála estek pedig ugye arról szólnak, hogy csütörtökön este játszik egymással az összes nyíregyházi városi cég csapata, az állatparktól, a sóstógyógyfürdőkig, a nyírvévétől, a nyírtávhőig egy 8-9 fős csapat jelentkezett és nevezett magára a versenyre. A péntek este a sportolóké, itt lesznek a kézilabdások, a focisták, a vízipólósok, itt lesz a Marsút teniszcentrum, itt lesznek a Tréner Kft. Képviseletében, tehát minden olyan csapat, amelynek van sportos kötődése, természetesen kivétel a röplabda, illetve a szombat esti gálamérkőzések, a multicégek versenye lesz, a Michelin, az Eisman, a Hübner és még 3 multicég közös versenye. Ezt követően pedig majd vasárnap a családoké. Vasárnap lesz lehetőség a városlakóknak is, hogy kipróbálják a pályát délelőtt, illetve ezt minden este megtehetik 23 óra és hajnal 1 óra között. Illetve ezt követően lesz egy ilyen családi bajnokság, amelyben családi díjazások lesznek, majd pedig lesz egy hatalmas, óriási nemzetközi mérkőzés, amelyet a magyar és a román strandröplabda válogatott fog majd egymással megvívni. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Az aszály elleni védekezés legalább olyan fontos feladata lesz a vízügyi ágazatnak, mint az árvízvédelmi rendszer fejlesztése. Többek között erről is szó volt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés szerdai ülésén. Az eseményen elhangzott, jól halad a tervezése, jövőre pedig a kivitelezése is elindulhat a délnyírség vízpótlását megoldó beruházásnak. A nyár utolsó rendes ülésén a Tisza-ETT háború kezdete óta végzett humanitárius munkája is központi téma volt.
Újabb patinás épülete újult meg Nyíregyháza belvárosának, a Magyar Államkincstár Vármegyei Igazgatóságának helyett adó létesítményt korszerűsítették kívül és belül. Bugár Csaba, a Magyar Államkincstár elnöke az átadó eseményen azt mondta, a régi banki épületekben működő irodák közül a nyíregyházi az egyik első, amelyet felújítottak. Összehangolt intézkedésekről egyeztettek a hajléktalan helyzet kezelésére Máté Szalkán. A városban az utóbbi időben ugyanis elszaporodtak a közterületen elkövetett szabálysértések, melyeket a bejelentések alapján hajléktalanok követtek el. Az egyeztetésen a rendőrség, a helyi szociális intézmények vezetői, a közterületfelügyelet és az önkormányzat képviselői vettek részt. Június 28-án szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön sok napsütésre van kilátás, nagyrészt szétterülő gomoly felhőkkel. Az északkeleti megyékben előfordulhat helyenként zápor, egy-egy zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 26 fok között valószínű.